Sziasztok, sziasztok! A nevem Gábor László, és a Sonytól megkaptuk végre nem az XZ Premiumot, oké, az is itt van az asztalon, hanem a Sony Xperia XA1 okostelefont, ami hát egy harmad annyira kerül, mint most éppen a legdrágább Sony telefon, és van kettő méretben is, méghozzá van egy XA1 Ultra. Régen is már láttatok az Ultra készléket, most visszatértek, és van egy XA1. Van egy kis különbség a kettő között, főleg persze a méret, 6 inch és 5 inch a különbség, full HD kijelző ezért, mert ez nagyobb, és itt csak egy HD. Különben persze ugyanaz a processzor, MediaTek-től a P20, és egy aksi 2700 mAh itt, és 2300 mAh a másik oldal. Tehát ez 20%-kal kisebb aksit kapok, de kisebb is a képernyő, kisebb a felbontása is, tehát az kevesebbet fogyaszt majd. Mind a kettőben ugyanannyi a tárhely, 32 GB-tal tudtok minden napokban fotózni, videózni, amit bővíteni is lehet persze, akár 256 GB-os microSD-t is bele lehet rakni, azt majd megmutatom később, hogy és hova. Úgyhogy itt mind a kettőben ugyanannyi tárhelyekkel élünk, de ugyanannyit is tudunk bővíteni, de sajnos a kisebb készléknek csak 3 GB RAM-ja van, ami abban segít, hogy majd gyorsabban töltsenek be az appok, hogyha már egyszer betöltöttek valamikor régebben, meg gyorsabban is ki tudja számolni a processzor azt majd, hogy valamit betöltsön vagy csináljon. Itt 4 GB RAM-unk van, tehát ez egy kicsivel jobb, ez prémiumabb készléknek számít, de hát itt 380 euró az ár, itt meg 280, úgyhogy megvan a 30-35 ezer forintnyi különbségünk itt a kettő készlék között, de mind a kettőnek ugyanaz a hátsó kamerája, 23 megapixel, elől itt 16-ot kapunk, itt meg 8-at, mind a kettőnél szerintem ez itt teljesen elég. De most csak az egyiket csomagolom ki, még hozzá a Sonytól az XA1-et, és megmutatom nektek, hogy mi van a csomagban, kb. Hogy néz ki itt feketében ez a single SIM, tehát egy SIM kártyás kis készlék, aminek még mindig, mint mindegyik másik Sony X készléknek egy nagyon szép kis ötletes, színes, félig színes doboza van. Kicsit kiejtem itt ezt a fémházas, nagyon szép okostelefon Sonytól, amit mindjárt pontosabban nem tartok nektek, hogyha itt folytattam majd itt a kicsomagolással, amiben van majd egy kis cetli, hogy garancia papírom, még ilyenek majd benne lesznek, meg van egy persze quick start kis papírunk is, hogy kell bekapcsolni, feltölteni, meg ilyenek. Van hozzá egy felhatónk is majd, az MH750 ebben az esetben, ami nem csak egy gombbal rendelkezik, hanem van egy hangerőszabályozó is, és látjátok, hogy ez egy ilyen in-ear felható, ami azt jelenti, hogy majd különböző ilyen gumi belső fülű részeket is kapunk hozzá, plusz egy kis klipet, ami azt jelenti, hogy ide tudjuk majd akasztani a mikrofont, vagyis a kábelnek azt a részét, ahol azt akarjuk, hogy mozogjon valahol, és akkor, ha beszélgetünk, akkor nincs majd mellék zaj. Persze fel is kell tölteni a készléket, tehát van egy töltő is a dobozban, ami 5 voltnál 1,5 amperrel, vagyis 1500 mAh-rel tölt majd, a 2300 mAh-es aksi így simán 1,5 óra alatt max fel lesz töltve. Itt van a tetején látjuk, hogy van egy USB kábelünk, és ez, ahogy említettem, már USB-C, vagy nem említettem, de mind a kettőnél USB-C standardunk van, ami azt jelenti, hogy itt megmutatom nektek az alján, bármelyik irányba be tudjuk dugni majd a kábelt, nem kell az a ügyelni, hogy majd sötétben este ágyba menni is előtt, melyik irányba dugjon be itt az USB-met. Aztán majd látunk itt egy hangszórót, meg egy mikrofonunk is van. Ez kicsit szösz volt, de valahogy az alján van egy mikrofon is, mert a tetén is van mikrofon, hogy majd persze nagyon jól legyen a hang, hogyha szabad kihangosítva beszélünk. Felhatott csatlakozó, kicsit összekoszlódott itt a hátulja éppen, de nem baj, mert mindig nagyon szépen látjuk a kamerát, kis lámpával hozzá, és akkor itt le van írva még egyszer, hogy nem microSD kábelt használjunk, és itt látjuk, hogy SIM-kártya és microSD-t is be lehet rakni, hogy ezen az oldalt kihúzom ezt a kis részt, ezt meg is tesszük, és húzom, és akkor itt látjuk majd, hogy erre az oldalra belerakjuk a SIM-kártyát. Persze vigyázom, mert ez könnyen kiesik, amikor kihúzzuk, és ide majd belerakom egy microSD-t is, amit van az asztalon, nem szabad, hogy elveszem. Mindig meg kell nézni, hogy melyik irányba, és ebben a mobiltelefonban úgy kell, hogy ha van egy felirat az microSD, microSD kártyán, akkor felé a képernyő fele nézzen, és akkor úgy kell bedugni, hogy nem elég, hogy így benyomjuk, mert így mindig megint kijön, hanem tényleg elég mélyen itt majd a körbünkkel próbálkozunk el, hogy maradjon is bent. De nekem puha a körmöm, és így bent is maradt. Aztán, hogyha kivesszük, ez is félelmetes, vagy ügyesnek kell lenni, mert hogyha kivesszük, szívesen elrepülnek ezek. De hogyha ügyesen csinálunk, akkor ez nem történik meg. Visszarakjuk ezt a kis részt, és megmutatom nekik ezen az oldalon, hogy mindegyik Sony telefonnál hangerőszabályozó és kis kerek, kis gombunk van, kis bekapcsolni. Mostanában új lemotorosot is ide raknak már ezeknél a olcsóbb, vagyis
hát igazából árkedvezőbb készlékeknél még nem így van, és egy kis, majd egy hangerő gomb helyett az alján itt egy kamera, dedikált kamera gombot is találunk, tehát hogyha itt hosszan nyomjuk, akkor már is tudunk fotót lőni, mint egy igazi fotókamerával. Az elején majd megmutatom nektek, hogy milyen nagy a káva az alja meg a tetején az 5-incses kijelzőnek, meg persze összehasonló videók lesznek, benchmarkok, mint mindig, mint egy másik telefonnál, meg másik készléknél, amit tesztelni szoktam, ezt is persze a Sony Xperia XA1-nél is megmutatom nektek, hogy miket kell róla tudni. Más színekben is kapható, de az nézzétek meg a Mobile World Congress-es barcelonás videómat, amit márciusban forgattam. Addig is köszben nézzetek nekem Gábolás, és köszben nézzetek, és feliratkoztatok remélem, és adhatok egy újat felfelé.